Szeretettel köszöntöm a Hungary Sport kedves nézőit, a Haladás Palota 3-1-re véget ért találkozóját követően Mucsi Péterrel értékeljük a találkozót. Ennyire egyértelmű győzelem lehetett volna az első szett alapján, mert ott nagyon-nagyon meglettétek a vendégeket. Nem, hát ez nem. Tudtuk, hogy az irreális az, amiért az a szettvárás. Ott nagyon jól nyitottunk, ami aztán utána egy picit visszaesett, és ennek köszönhető, hogy felhoztuk a palotát. Bátrabban tudtak szervezni, és hát a magassági fölényüket jobban tudták érvényesíteni. Hát nehéz volt a vége különösen, egy picit taktikailag is szétestünk, de én nagyon örülök annak, hogy a szívünk azért vitt előre bennünket, és hogy ez azért győzelmet eredményezett. Azt nem lehet eltitkolni, hogy nagyon jól ellensúlyoztátok az ellenfélnek a magasságbeli különbségét, és amit mondtál a találkozó elején, hogy nem erő röplabdát akartok játszani, azért ezt sikerült megvalósítani. Hát nekünk azért taktikailag érett játék kell ahhoz, hogy egy ilyen magas csapat ellen tudjunk játszani. Azt tudtuk, hogy sokszor kell nekiállni a támadásainknak, és sokszor kell befejeznünk a támadásokat. Amíg volt hozzá elég türelmünk, hogy ezt a játékot játsszuk, addig egy picivel talán jobban játszottunk, mint a palota a mai napon. De összességében egyébként elégedett vagyok. Ez, amit mi játszunk, ez egy nagyon fárasztó játék, mert rengeteget kell dolgozni mezőnybe. Hát ebben azért vannak hullámvölgyek. A fáradtsági pontok, de amikor ezeken túlléptünk, akkor szép játékot játszott a csapat, és érett játékot, ami ezektől a fiatal lányoktól azt gondolom, hogy tényleg nagyon klassz dolog volt ezen a mérkőzésen. Miben kell még fejlődnötök? Mi az, amiben mindenképpen szeretnétek javítani a következő találkozót megelőzően? Hát nekünk a háló feletti játékunk az, amiben kell, hogy javulások jöjjenek be. Hogyha a sáncaink pontosabbak lesznek, akkor a védekezésünk is felkönnyül egy picivel jobban, és akkor mi is támadásban jobban tudunk variációs lehetőségeket játszani. Nekünk a gyors játék az, ami fekszik, ezt a mezen a meccsen az elején meg tudtuk csinálni, utána egy picit lelassult a játékunk, és ezzel könnyítettünk az ellenfél helyzetén. Ezt mindenképpen javítani kell a jövőre nézve. Ehhez kívánok sok szerencsét, illetve jó munkát! Köszönjük szépen! Gratulálok még egyszer! Köszönjük!